Sziasztok, Szandra vagyok, és elhoztam a legújabb gameplayemet. A mai gameplay egy kicsit a szerencsémen fog múlni, hiszen ma egy szerencsekerekes lóvásárlásos videót hoztam nektek. Igen, tudom, hogy még nagyon sok lovamat nem edzettem ki, de egyszerűen akartam egy új lovat, és az utóbbi napokban láttam ilyen videót, hogy ilyen szerencsekeréken sorsolta ki magának a lány, hogy melyik lovat vegye meg. És én is ezt fogom tenni. Az alapszabály az lesz, hogy ugye beírom hogy a harmadik generációs lovak közül választok, mivel azokat szeretném most úgymond megvenni. Hát mondjuk lesz olyan, amelyeket nem szeretnék, de azt is ugye be kell írnom, mert hát a szerencsémmel fog múlni, hogy melyik jön ki. Plusz a színét is így fogom eldönteni, hogy melyik színű lovat fogom megvenni, szóval teljesen a szerencsére vagyok bízva. És tényleg az az alap, hogy amelyikre rámegy az ilyen kis bökő, az fog kiesni, és akkor azt kitöröm a listából, és utána újra megy a szerencsekerék, és így megy tovább, míg ameddig le nem érek egy darab lófajtára és egy darab színre. Szóval nézzük is meg ezt a szerencsejátékot, és utána találkozunk. Hát akkor itt is lenne ez a gyönyörűséges kerék, amiben beírtam azokat a lófajtákat, amelyek nincsenek meg a harmadik generációs fajtából. Például ugye Fjordon van, angol tenyvérem van, az ilyen régebbiből, de ugye most a harmadik generációs lovak közül választunk. Szóval, ja, még egyszer azért elmentem, hogy minden benne legyen, és ugye az fog kiesni, akire mindig mutat ez a dolog. Nagyon nem szeretnék Vegát kapni, plusz a Knabi, azt nagyon szerettem volna. Nem szeretnék Vegát, meg a Pónikat, meg a Körlit. A többi az jöhet. Ezek essenek. Azt hittem a Vegára mész. Jorvik melegvérűm se lesz, pedig abban nagyon szép színek vannak, szerintem. Nagyon sokan alábecsülik a Jorvik melegvérüket. Nem, menjen ki már valami póni, ez így nem tetszik, ez így nagyon nem jó, ez így nagyon nem tetszik. Istenem, ha Vega jön ki, nem. Ha jó, Jorvik kezdő póni, nagyon jó. Menjen csak a póni. Nem kellene nekem most pónik. Curly, jó, az is kimehet. Nekem nagyon furán tömzsi. Nem tetszik ez a fajta. De mondjuk, nem is tudom. Egy ilyen Irish Cob nagyon tetszene. Vega, ez az! Juhú! Nem kell Vegát vennem és szenvednem, mint a Zónival. Juhú! Fjord póni is kiment. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Amúgy semmi bajom a Fjord pónikkal, csak nekem annyira nem jött be a fajta, de amúgy egész jól néznek ki. Chin póni is kiment. Jó, eddig egész jó. Eddig egész jó. És kiment az angol telivér is, amit sajnálok, mert nagyon tetszik az az újraalkotott angol. De viszont kimentek a pónik. Lol. Ennyire figyelek amúgy. Ezek már tetszenének. Kiment a quarter. Amit sajnálok, de szerintem egyszerre majd fogok venni, mert hát kéne egy kis quarter, mert nagyon szerettem az előzőket. És az észak-svéd ló is kiment. Jó. Akhalteke andalúz, vagy ez a kötszlízé. Akhalteke is kiment. Kíváncsi leszek, gyerekek. Vagy egy nagy póni, vagy egy nagyon szépen menő ló. Nagy póni, miért azt mondom, hogy nagy póni? De a nagy ló jött ki. Szóval ez a ki nem tudom mondani lófajta lett, és nézzük is meg, hogy mennyi fajta van. Ilyen sok szín van belőle? Mondjuk az apposat azt nem fogom beleszámolni, mert nem, vagy beleszámoljam? Nem szeretném az apposat, nem szeretném kiedzeni, szóval 1, 2, 3, 4, 5, 6, még egyszer elszámoljuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jó, akkor jöhet a 6-os számmal ez a szerencsekerék. Na, be is írtam, szóval ugyanúgy vagyunk, amire ráesik, az fog kiesni, kiesett a 2-es? Annyira nem néztem meg a színeket, hogy tudjam, hogy mégis melyik lenne jó. De remélhetőleg egy normális színt kapok meg. Kiesett a 4-es is. Jó. Ezen igyekszem minél gyorsabban végigmenni, hogy utána megnézem, hogy melyik jött ki. Izgulok amúgy. A 6-os is kiesett. Jó, most már csak 3.
Haj, izgi. És végre egy nagy tömzsilovam lehet. És az mi, az pont, azon kevés múlott, és akkor az egyes és az ötös fog, között fog kiderülni, hogy melyik lesz. És az ötös lesz. Nézzük. Egy, kettő, három, négy, öt. Egy dereses. Jó. Amúgy melyik lett volna még az egyes? Hát ja, egy fekete az sose rossz. De akkor a deres jött. Szóval menjünk és vegyük meg. Amint látjátok, kijött a clib valami ló, méghozzá a dereses. Aminek amúgy én egész örülök, mert kíváncsi vagyok, hogy milyen, mert annyira nem nézegettem meg őket, mert már nagyon-nagyon régen kijöttek amúgy, és nem vettem meg őket, de itt is lenne a cuki. Amúgy nekem egész tetszik, szóval örülök, hogy ez jött ki, és nem például a Vega vagy valamelyik póni. És most nézzük meg, hogy Susu mellett mekkora ez az állat. De igen, Susut csak úgy kihoztam, mert miért ne? Régen volt már kin. És nem, nem lehet Susut elnevezni ugyanígy. De akkor vegyük meg ezt az állatot. Vegyük meg. És tudjátok, hogy mi lesz a neve? Ocean Bean! Amúgy ez nem is rossz. Nem, amúgy már kinéztem egy nevet. Violet Flower Garden-től csórom ezt a nevet most be. Ami szerintem nagyon vicces. És de nem tudom, mennyire fog illeni rá amúgy. Hol van olyan, ami... Most komolyan... Hol van? Ja, itt van. Jó, még gondolkozom, hogy mi legyen, aztán majd úgy is jövök, hogy mi lesz. Na, visszatértem, mégse az lesz. Nem tudom, hogy mi legyen a neve, szóval most egy kis ilyen... De valami szerencsének is benne kéne lennie, hogy nem... Iron Lady. Amúgy ez tetszik neki. Vagy hát nekem, róla. Értitek? Na. Szóval ezt megtartom egy lehetőségnek. Szóval van eddig egy Iron Lady-ing. Bumblebee lehet? UYB. Bumblebee! Uramisten, ez olyan tetszik! Bumblebee. Ugye azt tudjátok, hogy a Bumblebee az egy dongó, vagy hát egy dongó, de hát nem tudom. Olyan nagy, hát a dongók is nagyok, szóval Bumblebee. Bumblebee lesz, ő lesz dongó, kész. Megvan. Bumblebee. És hát, Isten, vettem egy lovat, nem kellett volna. Nem baj, nagyon szerettem volna. El kell nyomni az agyam egyik felét, hogy jó legyen. Amúgy ez milyen ló, ez nagyon kis fura. Mustang, elég fura nézek ki. De nézzük meg, Bumblebee-t. Amúgy tetszik ez nekem. Tetszik a neve. Pedig ez durva. De majd... most nagyon vennék még több lovat, te jó ég. Na mindegy. Megnézzük Bumblebee-t. Ki is hozzuk Smoke Rebel helyére. Hol vagy? Itt van. Bumblebee! Uramisten! Gyerekek! Szeretik a perecet! Gyere, Bumblebee! Jaj, de cuki vagy! Ja, ó, most már át is váltott vadlóra. Oké, így szeretném megnézni. Hú, na viszont most gyorsan el kell menni, nehogy észrevegyétek itt a meglepetésemet. Lehet, hogy Steve-ről amúgy el kéne költöznöm egy kis újabb helyre, tök menő lennék. Gyorsan, gyorsan, futás, futás! Oké, és itt van Bumblebee! Amúgy ahhoz képest, hogy ilyen tömzsiló és ilyen tök nagy ez a lófajta, 750 sztárkönyv szerintem az egy kész rablás érte. Nagyon aranyos. Nem tudom, hogy mikor hozták be ezeket a lovakat, de nagyon tetszik, olyan kis nagy! Juhú! Hát kíváncsi leszek, hogyan fogom majd kiedzeni, mert még jelenleg nagyon sok kiedzeni való lovam van, de mindegy. De amúgy azt veszem észre, hogy nagyon ilyen kis picit ugrik. Ja, meg azt az ilyen dobbantását akarom. Pshu! Pshu! Pum! Na jó van, gyerekek! Ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogyha megnéztétek. Ha szeretnétek még ilyen videót, akkor írjátok meg kommentbe, hogy így legyen olóvásárlás, vagy másféleképpen. Mert amúgy szerintem ez egy tök jó ilyen kis frissítő ötlet volt, hogy így csinálja meg a lóvásárlást.
Ja, de akkor így ennyi. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A következő gameplayben találkozunk, addig is. Sziasztok!